Sziasztok! Május 19-e van, csütörtök, és a mai napon voltam az Alléban, illetve a Fehérvár úti vásárcsarnokban. Ott vettem az epret, mint azt az előző videóban mutattam, és aztán bementem oda, vásároltam a fiamnak egy pár ajándékot, mert már volt ugye a szülinapja, de hát szegénykém ugye nem volt itthon. Az, aminek nagyon fog örülni, azt igazából nem is akarom megmutatni, mert ön meglássa, és akkor nem fog meglepődni, de majd utólag azért elmondom nektek. És aztán bementem a C&A-ba, és vettem magamnak is pár ilyen pólókat, meg ilyesmiket. Úgyhogy mutatom is, hogy miket. Vettem egy ilyen csíkos kis újatlan ruhát, aminek elől is, meg hátul is ilyen V kivágása van, ilyen fodros a válla, és térd föléig ér, fölött ér véget a ruha, és alul meg ilyen kis fodros. Tehát ez egy ilyen jó kis gyűrődésmentes kis nyári ruha. Aztán vettem ilyen fehér pólókat, mert tegnap mutattam nektek, hogy vettem ilyen színes nadrágokat, és ahhoz mindegyikhez, ugye a fehér az mindegyikhez egyöntetően megy, úgyhogy az mindenképpen itt van egy ilyen újatlan, ezek ilyen biopamukból készült fehér pólók. Akkor van egy ilyen is, ez egy kicsit ilyen stretches, ilyen nyúlósabb anyagból van, és ilyen A formája van, tehát alul egy kicsit így ki van tágítva, tehát ez alá odafúj a szél, hogy így mondjam, ez ilyen kellemes rozgaviselet. Akkor vettem egy ilyen halványkék pamutot is, ezt is a C&A-ból, mert ugye vettem egy csomó ilyen kék gatya, és ez nagyon jól fog hozzá menni. Ilyen újatlan ruha, vagyis pamutpóló, és vettem még egy ilyen gombos pamut kis trikót is, ez is nagyon jól megy majd a gatyákhoz. Aztán vettem még ott egy ilyen fehér övet is, mert ezt is farmerekhez, meg mindenhez tudom majd használni, mégse fekete, mert ne legyen már állandóan minden annyira fekete. Aztán itt van egy ilyen hosszított póló, tehát ez is egy ilyen nagyon kellemes viselet, ez ilyen hosszú, ez is ilyen térd fölött is ér, tehát egy ilyen fehér póló, és akkor van itt még egy ilyen nagyon helyes fekete ruci, ez is ilyen fodros, a háta az egy rendes háta, az eleje pedig ilyen T vagy V kivágású, és ilyen három darab részből van így összevarva, ilyen jó kis budgyos, és ez is tulajdonképpen ilyen térdig érő, és ez is egy ilyen nagyon laza, tehát ez igazi ilyen kánikula ruha. És aztán még bementem ott a piacon, ott nézelődtem, és akkor vettem, van ott egy ilyen nagyon jó pofa, ilyen konyha felszerelési bolt, és ott vettem három kis szárszát, mert mostanában ilyen jó az idő, elég sűrűn kiállok a teraszra kávézni, és amikor egyedül iszom a kávém, akkor jó lesz egy ilyen kicsi tálca, mert van, hogy csak kávét iszok, és semmi más nem iszok hozzá, akkor van, hogy jól megpakolom kávé, meg tej, meg ami van, ilyen kis nasi, rárakom egy ilyen tálcára, de ennek is ugye a fő motivuma a kávé. És aztán van itt még egy ilyen coffee shopos tálca, erre mondjuk, hogyha már többen ülünk az asztalnál, akkor több csésze, meg ilyesmi ráfér. Úgyhogy ez egy nagyon jó pofa kis boltocska.
közben néztem ott az árakat, hát kellőképpen el voltam hűlve, és aztán visszafele, mikor már befejeztem a vásárlást, akkor elmentem még az egyik DM-be, mert ott találtam egy DM-et, és akkor ott vettem kettő fülbevalót, meg egy ilyen kis hajráfot, egy ilyen sötét szürke hajráfot, egy ilyet, Ebelin márkájú, és vettem két kis bizsú fülbevalót, egy ilyen karika, elég ilyen nagy karika, és egy olyan ilyen kis bepattintós fülbevalós fülbevaló, amit így be lehet pattintani, talán úgy, mint ez, és akkor ez nem fog elveszni. Tehát én az ilyen bepattintósakat nagyon szeretem, úgyhogy ezt majd föl is fogom venni, de amikor megyek a fürdőbe, akkor nem, mert félek, hogy a gyógyvíz az úgy kikezdi, és akkor tönkre fog menni, azt pedig nem szeretném. Úgyhogy ezeket vásároltam, meg ott vettem még egy csomó újságot, mert új volt, hogy ugye mikor a múltkori alkalommal voltam a fürdőben, akkor ugye elfelejtettem fürdőruhát vinni. Akkor ott vennem kellett egyet. Aztán a mai nap se volt problémamentes, mert tegnap direkt oda raktam az e-book olvasómat tölteni, azért, hogy tudjak a villamoson olvasni. Igen ám, de reggel nagyon sietnem kellett, és véletlenül rajta maradt az e-book olvasóm a töltőn. És nem tudtam olvasni, pedig most egy nagyon jó könyvet olvasok, nem tudom ki jött az a cím, hogy Jákob védelmében. Ez egy nagyon izgis, és már előre vártam, hogy ú, de jót fogok majd izgulni, ahogy olvasom a könyvet, de sajnos otthon maradt. Viszont valahogy a mobiltelefonom az meg nagyon hamar lemerült, tehát egész éjjel ugye a töltőn volt, és mikor elkezdtem nézegetni, akkor 42%-on volt, tehát nem tudom, hogy mi történt vele, és utána meg már nem is mertem nézegetni, mert nekem ezen van a BKV bérletem, és hogyha lemerül, akkor nem tudom megmutatni, mert ide, ahogy hazajövök, ide mindenképpen be kell mutatni, tehát le kell olvassam a QR kódot, és akkor meg kell mutassam ugye azt a jelet, amit leolvasok a buszról, de hát sajnos ugye a mai napon nem is tudtam egyáltalán nézegetni, mert ugye nem volt lehetőség. És amikor jöttem haza, akkor is 21%-on volt a telefon, tehát már akkor már úgy kiírja, hogy mindjárt lemerül. Úgyhogy remélem, hogy holnap, mikor megyek, nem fog már semmi rossz dolog történni. Úgyhogy még ma este berakom az e-book olvasómat a táskába. Aztán persze visszafele vettem egy újságot, nem is egyet, többet is. Például a legújabb nőklapját, és abban pont az volt, hogy az 50 év körülieknek ugye ilyen válságos időszakokat élik az emberek, és milyen sokan elválnak. Hát szerencsére mi nem váltunk el a férjemmel eddig, de úgy tűnik, hogy nem is fogunk. Úgyhogy ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok föl, és legközelebb találkozunk itt a csatornán. Na, sziasztok! Mindjárt elzárom.